Csetelendi falu Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület Buzsajos csoportja hosszú idő után ismét délután rendez, amelyen megvendégeli a velük együttműködő női egyesületek tagjait. A szórakozás mellett a tapasztalatcsere, az ismerkedés és barátkozás a célja az ilyen hagyományos összejövetelnek. Annak ellenére, hogy a meghívott egyesületek tagjai főként nők, férfiak is szívesen kísérik el a hölgyeket. Olyanok is voltak, akik első alkalommal vettek részt a tea délutánon. Takoj svitrebeno budemo veseli i što više da ovakvih druženja treba da bude. Mislim da je to nedovoljno. Postoje neka druženja, ali bio sam na raznim, ali ovo je posebno veselo. Az utánpótlás bevonása minden női szervezetben elsődleges cél, hiszen ez a megmaradás feltétele. A tagok fontosnak tartják, hogy a térség női egyesületei időnként találkozzanak. Gondolom, hogy már hiányoltuk is, mert csak is jó így ismerős arcokkal találkozni, mert már össze vagyunk szokva, a szeretet összetart bennünket, és úgy hiányoltuk egymást. A hertelendi falvi több nemzetiségű közösségben szoros az együttműködés a magyar, a szlovák és a szerb egyesületek tagjai között. A több mint egy évszázados együttélés a hagyományokat, szokásokat is ötvözi. A járványidőszakban csak szüneteltek, de nem szűntek meg a kapcsolatok. Malo smo bili zadremali i bili se otuđili jedni od drugih, ali ja vidim da ovo sad kao da nije ni bila pauza. Nastavljamo istim tempom i iste žene, otprilike, poznanstva i sve divno. Az újrakezdés nehézségeit áthidalva, a kételyek ellenére is sikeresnek bizonyult a rendezvény. A meghívott vendégek szép számban megjelentek, és már a kora délutáni órákban vidám volt a hangulat az egyesület nagytermében. A tea délután nem csak a neve tea délután, mert van tea és az délután, de az mellett van jó házi pálinka, házi likör, akkor máma készítettünk szendvicset, akkor van a rétes, a mákos, a diós meg a megyes, itt a jó zene, és persze az asszony titka, az minden asszonyban benne van, de lássuk, hogy itt titok van elég, mert a kezek fenn vannak. A talp alá valót a székelykevei Szatmári Dávid kettős biztosította. A következő délbánáti találkozást Sándor egyházán szervezik meg.